összefogtak, hogy megszépítsék a környezetüket. A Kisavas első során a pincék és borházak tulajdonosai szombaton közösen dolgoztak azért, hogy még vonzóbb, még modernebb legyen az utca. Köztéri padokat, hulladékgyűjtőket, dísznövényeket helyeztek ki, illetve rendbetették a növényzetet és lefestették a falakat, illetve korlátokat is. Az ötletet a Technikaházapark kialakítása és megszépítése adta, a jövőben pedig a tulajdonosok szeretnék folytatni a munkát. Helyükre kerülnek a csavarok, és kész is a köztéri pad. Összesen 10 darabot szereltek össze a Kisavas első során a borházak és pincék tulajdonosai. A rendhagyó közösségi programot szombaton tartották. Az összefogás célja pedig az volt, hogy az első sor és annak környezete esztétikusabban nézzen ki, és újra a régi fényében tündököljön. Pénzbeli hozzájárulással, illetve hát a saját munkánkkal járulunk ehhez hozzá. Különböző létszámokban, különböző összegekkel, de a végeredmény az, hogy elkészül az utcaszépítés. Az új padokon kívül dísznövényeket ültettek, hulladéktárolók kerültek kihelyezésre, rendbetették a növényzetet, illetve falat és kerítést festettek. Ez mindenképpen egy dicséretes dolog, hogy együtt összefogva az itteni emberek saját munkájukat, aki megteheti, mint mi is, anyagilag is hozzájárulva, egy közösségi célt valósítanak meg, és ezáltal a saját környezetüket megszépítik. Az összefogás és közös munka ötletét a Technikaházapark kialakítása és megszépítése adta. Az ötletgazda ez esetben is az expert társaságok tulajdonosa volt. Elég régóta méltatlanul romlik ez a régen méltán híres kisavasi elsősor, és fogjunk már össze tulajdonosok, és néhány olyan beruházást hajtsunk végre, mi magunk vásároljunk meg olyan dolgokat, amik ennek az első sornak a patináját, a nívóját egy kicsit visszaadja. Gyakorlatilag majdnem minden tulajdonos partner volt ebben. Volt, aki pénzzel, volt, aki munkával, volt, aki pénzzel és munkával vett részt ebben a közösségi kezdeményezésben. Amihez a pince tulajdonosok mellett az önkormányzat és a Miskolci Városgazda is hozzájárult. Az akciót a terület önkormányzati képviselője példaértékűnek nevezte. Ez a közösség, aki itt van, megmutatta azt, hogy nehéz időkben is lehet összefogással egy irányba, jó irányba menni, és szeretnénk, hogyha ez a Miskolc megmutatná, hogy összetart és jó irányba tart. És még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm ennek a közösségnek és dr. Hajdú Lászlónak ezen kezdeményezést. Révész Péter hozzátette, minden olyan közösséget a körzetében támogat, amelyik hasonló munkát szeretne végezni.